Feltöltött polcok várják a vevőket ebben az élelmiszerboltban. Ez az ágazat a kereskedelem egyik olyan szegmensét képviseli, amit biztosan nem zárnak be a járvány ideje alatt sem. Viszont az óvintézkedési szabályokat szigorúan be kell tartatniuk az odalátogató vásárlókkal is. Az első hullám tapasztalataiból okulva csak a kötelező védelmi intézkedéseket vezetik be. Alapvetően az első hullámban visszafogtuk a vásárlóknak a számát, akik egy adott időszakban a boltban tartózkodhattak, és azt tapasztaltuk, hogy igazából mi szigorúbbak voltunk sokkal, mint a múltik, és emiatt a vásárlóinknak a jelentős része átpártolt, és ezt az intézkedést nem szeretnénk megint ennyire szigorúan. Talán a legnagyobb tanulság az volt, hogy gondolkodni kell minél többet, és utána cselekedni. Tehát ott hirtelen ugye az első hullámban behúztuk a kéziféket, vásárlók száma, kosarak száma, minden egyéb intézkedés, és a többi vállalat pedig nem így járt el, vagy nem ennyire drasztikusan. És ezt tanultuk talán, hogy elsőnek figyelni a többiek példáját, és utána alkalmazni a mi boltjainkban ezt. Az eladók életét is megnehezítették a vírus járvány miatt hozott intézkedések. Molnár Tamás elmondta, hogy vannak olyan vevők, akikre rendszerint rá kell szólni az óvintézkedés betartása miatt, és ez néha el is fajul. Alapvetően az a feszültség, ami felgyülem lett az emberekben, az sokszor sajnos az eladóinkon, a boltvezetőinken csattan a maszkhasználat miatt, úgyhogy sajnálatos módon ez még egy plusz teher sok esetben. Volt sajnálatos módon arra példa, hogy rendőrt kellett hívni egy boltban a maszk használat miatt, amikor figyelmeztettük a vásárlót, nagyon agresszívan lépett fel az eladóinkkal, de tehát hál' Isten a vásárlóknak a nagyobb része partner ebben, és csak egy nagyon-nagyon kis hányada van, aki mint egy lázadó vagy egyet nem értését fejezve ki csak azért sem, de azt mondom, hogy azért ugye 99%-uk partner ebben. Minden dolgozónk azon van, hogy a kockázatot minimálisra csökkentse, megteszünk mindent tőlünk telhetőt, és én azt mondom, hogy boltba járni még biztonságos. A vendéglátóiparban dolgozók még ennél is nehezebb napokat élnek át. Üresen álló asztalok és székek. Ez a látvány fogadta kameránkat az egyik tolnai étteremben. A november 11-én életbe lépett kormányrendelet értelmében a vendéglátóhelyek nem fogadhatnak vendégeket. Ezzel jó néhány vállalat sorsa el is dőlt. A nagyobb éttermekben azonban nem állt meg az élet, hiszen elvitelre továbbra is készíthetnek ételt. Aki tudott, élt is ezzel a lehetőséggel. Nagyon kemény a helyzet. Természetesen az állam kiegészítésével megpróbáljuk megtartani az alkalmazottakat, illetve a kollégákat, de nagyon nehéz. Tehát az, amit kapunk segítséget, inkább azt mondom erre, hogy ne kapnánk segítséget, csak menjen a cég, üzemeljen, legyenek rendezvények. Tehát azt gondolom, hogy túlélést éljük. A 21. órában vagyunk, és most nem csak magamról beszélek, én azt gondolom, hanem a kisebb presszokról, kávézókról, ahol ugye nincsen ételkiszállítás, de nekik valahogy túl kell élni ezt az egészet. Hámori Róbert szerint lesznek vállalkozások, akik nem vészelik át a járvány második hullámát. Legfőképpen a kis vállalkozóknál látom a gondot, problémát, ők nem fogják túlélni. Tehát ő náluk egy 50%-os bezárás fog történni. Aki egy kicsit tudott tartalékolni és tudott bármi olyat csinálni, az most még ezt túléli, de a következő hullámot már mi sem fogjuk tudni így túlélni. Ezek kis vállalkozások, ahol maximum két alkalmazott van, vagy egy alkalmazott van, vagy saját maga csinálja a boltot, de egyszerűen hát most megkérdezem én, hát most senki nem mehet be. Akkor honnét lesz bevétele, a rezsikiadása, az ugyanannyi lesz, mert a villanyszámra, a vízszámra nem lesz kevesebb. Ugye? Tehát ezért mondom azt, hogy ezek a dolgok, tehát mérlegelésképpen őket érintik nagyon-nagyon. Hozzáteszem bennünket is, csak valahogy ezzel az ételkiszállítással, meg hogy át kellett csoportosítani mindenkinek azt, hogy a felszolgálókkal vitetjük ki az ételeket, a másikat, tehát mindenkit tudtunk hasznosítani valamilyen szinten. Az, hogy az ember tartalékol és megpróbál túlélni, és egy stábot megtartani, akikkel eddig jól dolgozott, azt nem szeretném elengedni, mert utána sokkal nehezebb lesz tulajdonképpen visszahozni őket, vagy ha
vissza lehet hozni őket. Erre mondjuk az állami támogatás egy segítség volt, ugye ez az 50%-os támogatás, de nagyon nehéz. Tehát a másik 50-et is nagyon nehéz összeszedni. A problémát a kormány is érzékelte. Éppen ezért az operatív törzs tervet készített a szegmensben dolgozó vállalkozók és munkavállalók megsegítésére. A vendéglátás és szabadidő ágazatban működő vállalkozásokat és az ott dolgozókat több eszközzel is segítjük most. Egyrészt adókedvezményekkel, ezek a cégek mentesülnek a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól. A kisvállalati adózók esetében pedig nem számítanak bele az adóalapba a személyi jellegű kifizetések. Másrészt pedig bértámogatással is segítjük őket. A támogatás mértéke a munkavállaló bruttó bérének 50%-a, és mindössze két feltételt kell teljesíteniük ahhoz, hogy a vállalkozások megkaphassák ezt a támogatást. A munkavállalót ne bocsássák el, és meg is kapja a fizetését. A kérelmezéshez szükséges formanyomtatványt a munka.hu oldalon tölthetik le az igénylők.